sokakat érintő problémáról szeretnénk most beszélni. A mostani kornak a rengeteg adathalmát, amit fotókkal, mindenféle e-mailekkel és egyéb lementendő dolgokkal alkotunk. Hogy ezeket a, a különböző adatokat hova mented? Mert az nem mindegy. És ugye egyre több az adat, egyre ö, nagyobb méretű fotókat készítünk, ami nagyobb méretű, nagyobb méretű tárhelyet kíván. Ugye itt gondolva akár egy Winchesterre, ezekre a külső vinyókra, stb. Illetve most már vannak ezek a felhő alapú tárhelyek, ahova a legtöbben most már mentjük a dolgainkat. És ugye ennek kapcsán ott vannak a közösségi oldalak többek között, ahol ezeket az adatokat feltöltöd, ami egyébként a lehető legrosszabb része a dolognak. Ugye feltöltesz magadra egy fotót, illetve egy videót. Mi, amiért ezt az egész Youtube témát elkezdtük csinálni, nem a legesleg elején, hanem a filgút csatorna indulásakor, akkor az első és a legfontosabb szempont az volt, hogy megörökítsük magunkra a dolgokat, amit egy. Korábbi időszakban nem tettünk. Tehát elmentünk például utazni, és arról nekünk nem nagyon vannak fotóink. Már tettük, csak úgy, hogy mi rajta vagyunk. Mi nem és voltunk szerepünk. rajta, már igen. Készült rengeteg kép meg felvétel, csak nem a arcunkat. Így mutatva. van, így van. És most ezt már bánjuk, és ugyanúgy, ahogy egy akkori, kori házi bulit, vagy bulit, vagy bármi mást szívesen visszanéznénk, de erről nem készült anyag, vagy ugye mi nem szereplünk rajta a külföldi utazás, stb. Ezért ezt, hogy megbántuk, most már tudjuk, hogy jó az, hogyha az ember, ha nem is az, hogy feltöltjük valahova, de lementeni. Mindenféleképpen lementeni, és több helyre lementeni. Most ugye ezt a mostani korban ezek a közösségi oldalak bizonyos értelemben megkönnyítették a dolgunkat azzal, hogy hát elég oda feldobod, azt ott mindenki látja, amit akartál, elérted, nem kell rólad beszélned, ott majd lájkolják, meg stb. Igen ám, csak te is tudod, hogy ezek az üzenőfalak, ezek így gördülnek lefele, tehát így megy lefele, és nyomódik lefele a frissebb és frissebb ö, információ. Oda is már annyira sok az inf a, nem információ, hanem az adat, hogy az mindig lejjebb és lejjebb tolódik, hiába van kereső, azt sem rendszerezve se, sehogyan, te magadnak ott nem tudod tárolni. Na és most jön be a képbe az, amiről igazából beszélni szeretnénk, illetve Tomás szeretne róla beszélni, hogy a közösségi oldalak egyike most nagyon úgy néz ki, hogy meg fog szűnni, és ezzel együtt ezek a bizonyos adatok, nem legalábbis csak kinéz, ezek, hanem tény, hogy megszűnik. Nem, ne? igen, így van. Tehát, hogy azok az adatok, amik oda, oda lettek feltöltve, az ezzel az lendülettel megy a levesbe, ha csak nem figyelsz oda, mert arra biztos lesz lehetőség, hogy le lehessen menteni, de én azt mondom, és azért akartam én kezdeni egyébként, hogy a bárhová, bármit töltesz is fel, mindig legyen több helyen lementve biztonsági mentésed. Mert ha az egyik elúszik, megy a levesbe, akkor legyen egy másik. Több lehetőség van erre, ott van már nagyon nagy méretű pendrive-ok, -ok nagyon nagyméretű felhő szolgáltatások vagy lehetőségek, illetve talán az egyik és a legjobb mondhatni a külső Winchester, ha már digitálisan rögzíted a képeket és az adatokat, akkor arra nagyon jól lementhető, amit kizárólag esetleg csak arra használsz, hogy adatmentésre. De egyetértünk, nem, hogy mind a többféle verzióban Minden is érdemes lementeni. Hát, Tehát nem csak a felhő az a... Ez mindenféleképpen. Hát nálunk is, hogyha egy valamiről szó van, az minimum három-négy helyen meg kell, hogy legyen, mert ha nincs meg, akkor az nincsen meg. Hogyha gond van, vagy ha elkezdődnek a gondok a bármelyik felülettel, még mindig ott van a többi helyen, ahol megvan. Célszerű, bocsánat, még egy, egyetlen egy mondat. Célszerű ezt az egészet úgy kezelni, hogy a kedvenceidet, hát ez, erre van lehetőség, például a Google fotókat vesszük, vagy nem tudom, Youtube-on van, mi tök mindegy, bármelyik ilyen oldal, ahol tömegével töltött fel a fotókat, videókat, bármi rólat szóló dolgot, ott vannak általában ilyen jelölési lehetőségek, hogy kedvencnek jelölsz dolgokat. Tehát valahogy külön érdemes csoportosítani azokat a képeket, vagy videókat, ami tényleg abszolút jól sikerült, neked nagyon kedvenced, nagyon tetszik, és akkor Azokból csak megcsinálni ezeket a biztonsági mentéseket, mert ugye reménytelen az a mennyiség, amit most már az ember képes ö, készíteni. Hát főleg, hogy egyre jobban fejlődik a technika, és ennek köszönhetően egyre nagyobb méretűek a fényképek is, meg minden. És amúgy nem egyszer láttam ráadásul ö, még ilyen ismert emberről is, hogy ö, kétségbe esett, mert elhagyta a telefonját, és mindenképp benne volt, és hogy most mi lesz vele is, úristen mert rengeteg emléket az örökített meg, mert régen nekünk még vannak előhívott fényképek, ami rólunk szól, és az miatt megvan, de annak ellenére, hogy mi ezt használtuk, most már ilyen technikát nem használunk, vagy ilyen ö, megoldást, hogy előívatjuk a fényképet, bár van rá lehetőség, és pont ez miatt lehet el is gondolkodtató, mert már vannak fotókönyv, meg ilyen megoldások, azt is alkalmaztuk. Na de amiről akartunk beszélni, ez mostan mindenkit érint, akinek van személyes Google Plus fiókja, vagy pedig oldala, mert hogy a Google Plusról van szó, hogy mint közösségi felület teljesen megszűnik, ez ahogy a e-mailben, hogyha neked van, te is megkapod, nem olvasom fel, hogy miről van szó a részletekben, ott nagyon sok minden tájékoztató van, és hogy hogyan lehet lementeni, meg mit lehet csinálni, de egy, ö, egy ö, ö, bocsánat, egy e-mail van egyébként előttünk, ami most a mai napon egy pár perccel ezelőtt érkezett. Amit te azt is kaptál, elemezni. igen, amit te is kaptál, meg amit én is kaptam, meg mindenki kap, akinek van Google Plus fiókja és használta is, hogy április másodikán megszüntetik ezt a Google Plus fiókot, és a hozzátartozó összes anyagot törlik, tehát törölve lesz. Ezek után már nem lesz elérhető április másodika után, semmilyen kép, semmilyen hozzászólás, semmilyen plusz vagy ö, lementet, megosztott, bármilyen anyagról legyen szó, ami a Google Plus felületen, fiókba, vagy ö, személyes fiókodba, vagy oldalon van esetleg, ha létrehoztad, vagy ha csoportba voltál benne, semmi nem lesz lementve, csak akkor, hogyha te ezt megteszed, az e-mailbe leírtak szerint. Na és itt jön az, hogy oké, okay, most megint ajánlanak egy lehetőséget arra, hogy megszűnik a felület, és mondhatnád azt, hogy ó, persze, hát úgyis, hogyha ilyen van, mint ahogy most is láthatod, adnak rá lehetőséget, és le tudod menteni. Igen, nem, de most van február másodika, ez, hogy megszűnik, ez 2018 decemberében jelentették be. Decemberben most pont történhetett olyan, hogy ünnepek, stb., nem foglalkoztál e-mail le ezzel a felülettel, kívül maradtál, nem léptél be a fiókba, elfelejtetted, stb., 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 Na de viszont, hogyha elfelejtjük. Valjuk be nem is véletlenül szűnik meg, mert nem nagyon. Nem is volt ez. annyira használva, de most itt nem is erre a felületről van szó, szóval bármilyen digitális felületről vagy virtuális felületről, ahol mented a dolgokat, legyen akár az Facebook, Instagram, bármelyiket vegyük sorra, ott az a felület nem lehet úgy, nem létezhet úgy az életedbe, hogy ott van minden, és máshol nincs. Ez a lényege, nem? Hát legalábbis, Tehát, ha meg szeretnéd őrizni ha, az ha emlékeidet, meg, na ami hát, kézzel fogható. Persze, de hát, hogyha elmentést és a nyilvánásról fotókat, nyilván azért készült, hogy meg akarod őrizni. Csak, hát, uh, meg akarod őrizni, vagy csak meg akarod mutatni? Mert a hát mai ez korban ez a másik ez de másik különbség, a... igen. De, hogy, ja, hát, hogyha nem is az összeset, de valamennyi mennyiséget. Azért egy, mondtam a kedvenc... Igen, egy biztonsági mentést, vagy valamit mindenféleképpen kell, Na, hogy ez a példa is mutatja, innentől kezdve ott, hogyha csak ott mentetted kizárólag, jó, jön az e-mail és lementheted, oké. De mi van, hogyha olyan helyzet jön, hogy nem látod egy az e-mailt, kettő, a mi helyzetünk most pont erre jó példa, nekünk most jött egy e-mail, tegyük fel, ott gyűjtöttünk volna minden képet a Google Plus fiókba. Szerencsére nincs ilyen, tehát azt nem is annyira használtuk, de nem csak ott, máshol sincsen, tehát ami fontos, az nem kint felületen van, és nem, ha kint is van felületen, van biztonsági mentés, legyen az képről vagy bármiről szó, mert hogy ha egy olyan helyzetben vagy, még meg is kapod az e-mail, tájékoztatnak róla, van időd, de ha az időn belül nem jutsz el olyan helyre, esetleg ahol olyan széles sávú internet van, ahol ezt meg lehet oldani, nem? Az adatmennyiség. Mert hogy az ezért adatmennyiség, így, mert hogy igen. nagyon nagy lehet esetleg. Gondolja a 4K videókra. Mondjuk ezeket korlátozzák az ilyen feltöltésekkel, valószínűleg nem véletlenül. Bár meg igen, le ez ugyanúgy van. Ezt a soha se tudja senki, szerintem nem olvas annyira részleteiben utána, hogy pontosan mekkora fájlok -ok mennek fel ezekre a felhőkbe, a fotókba, a Google fotókba, vagy a, akár a Youtube-ra, vagy akármi. Tehát ezek le vannak írva, de én nem hiszem, hogy bárki leül így el, hát, és részletesen elemzi, hogy most akkor ezek mekkora fájlok. -ok. Nyilván minél nagyobb, annál nagyobb bajba lehetünk egy ilyen esetben, mint ez. És ami a, a legfontosabb, hogy e, ilyettől, ilyentől, ilyentől megijedni se kell annyira, mint ahogy amennyire látszik, hogy törlik. Mert ugye ennél is, hogyha az ember elkezdi részletekbe belemegy és elkezdi megérteni, hogy miről van szó, akkor nem a fiók törlődik, és nem minden, ami vele kapcsolatos. Mert itt valószínűleg lehet egy olyan kavar, hogy a Google Plus fiókod megszűnik, a Google Plus fiók, tehát a közösségi felülete a Google-nak, nem pedig maga a fiókod, illetve még ami érdekes lehet ebben, hogy elsőre az jutott eszed, hogy ott van Google fotók, oda, mi is mentünk képeket. Az nem tartozik bele, tehát oda lementett képek, azok megmaradnak, de pont jó példa arra ez az egész, hogy ne bízzuk magunkat a digitálisan egy olyan eszközre vagy felületre, aminek nincsen több nyoma más eszközön, legyen az pendrive, Winchester, stb., amit az előbb felsoroltunk, vagy felhőmentés, vagy bármi. Nem szabad ilyen téren sem elkényelmesedni, mert ezek igazából mind-mind ilyen kényelmi szolgáltatás, ha úgy vesszük. Nekünk is sokkal könnyebb, de rá kell áldozni sajnos azt az időt, hogy tényleg valamicskét, legalább valamicskét lementeni az életednek ezekből a részeiből, amire te büszke vagy, és ki megosztod. Tehát ami neked a legjobban tetszik, legalább azt őrizd meg, Mindegy, egy papírformátumban, vagy például gondolj arra, hogy valakit meg akarsz ajándékozni, így a rokonok, tehát családon belül, és akkor egy ilyen, vannak ezek a pólónyomások, bögre nyomás, mit tudom én, ahhoz is fotó kell. Például, ha másért nem, akkor ilyenért. Ez, hogyha nem magadnak akarod megőrizni, hanem valamelyik családtagnak, vagy nem tudom, hülyeséget, Igen, nem. mondok. Sőt, ráadásul egy érdekes kavarodás, káosz lehet így fejben ezzel kapcsolatosan. Most így belegondoltam, hogy a tőlünk idősebbek, akik használták ezt a felületet, azok úgy vannak vele, hogy jaj, de jó, végre most már nem kellő hírni a fényképeket, és akkor csak ott menti. De nem tud arról esetleg, ez miatt hasznos lehet, hogy az, hogy egy felületen ott van, az nem jelent semmit, az nem biztonságos, akkor le kell menteni viszont a fiatalok agyával gondolkodva, meg úgy vagyok, hogy ők meg viszont csak abba gondolkodnak, hogy ott Ö, jelennek meg. A fiatalok meg. ilyen szempontból szerintem fontos kérdés lehet akár az iskola is a számítástechnika. Hát, hogy mennyire oktatják, hogy, azt nem tudom. Hát, ezt oktatják, iskolába. Hát, persze, hogy oktatják a hardvereket. Hát meg, úgy, amit, igen, tán, persze, alapokat. de hogy uh, még gyerekcipőbe jár az biztos. De nem szemben. erre gondolok, nem erre gondolok. Hát... Az alap dolgok, hogy miből áll egy számítógép, vagy ja, ilyesmi. Ja, ja, úgy Tehát ugye a legalapvetőbb leg, leg dolgok, meg ugye amikor még régen flopikra mentettük a dolgainkat, mi ezeket ha. tudjuk, meg mert mi ott voltunk. Meg de egy mostani, egy olyan idős, vagy nem is kell, hogy idős legyen, egy 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 közép Korosztályú ember is, akár aki most életében először ül le egy számítógép elé, neki maga a számítógép fogalma is új dolog, nem csak az internet. És ő viszont nem tudja azt, tehát ahogy mondod, ő most szembesül azzal esetleg, hogy feltöltögetett magáról fotókat, ez fú, de jó, kényelmes megoldás volt, és egyszer csak mindent törölnek neki. Na, egy de fel... hangsúlyozzuk még egyszer, hogy nem a Google fotókról van szó, meg egyebekről, csak nem, a Google Plus-ról. igen, a Google Plus és a hozzátartozó felületről, de ez inkább csak egy ilyen jó jelzés is arra, hogy a jövőre nézve, vagy mennyire lehet megbízni akár egy bizonyos felületen, hogy ott tárolódjanak a dolgok, mert megszűnhet. Tehát nincsen semmire garancia, megszűnhet, és ilyenkor jöhet az a gondolat, hogy ó, hát ott van a fejünk, és a fejünkben majd úgyis megvannak az emlékek, és abból majd az ember tud táplálkozni, úgymond a későbbiekben, hogy ha akar rá emlékezni, úgyis ott van a fejemben, és tudunk rá emlékezni, és ne butuljunk el annyira, hogy minden csak digitálisan mentünk meg, stb. stb. De viszont, ha már használod az eszközt, és le van fotózva, nem meg van csinálva fénykép, videó, stb., akkor már ne csak az agyunkra hivatkozunk, akkor már legyen ténylegesen az a lementett emlék több helyen, és ez az egésznek a lényege, hogy több helyen ugyanaz a kép, ugyanaz a videó, ugyanaz a fáj, ugyanaz a szöveg, több helyen. Így van. És akkor itt mondjuk ki azokat a az egyéb közösségi akármiket, mint például az Instagram, ahová szintén erőszeretettel töltjük fel a fotókat, és nem biztos, hogy ugyanaz a fotó bárhol máshol is le lesz mentve. Ráadásul az nem is lehet annyira. Sőt, sőt, ide tartozik egy korábbi saját tapasztalatból eredő hiba. Amikor a, a legelején a legelső weboldalak, amiket elkészítettünk, ott elkövettük azt a hibát, egész pontosan én, <laughs> még rám szóltál. Ja, egy párszor, hát az még igen, régen. régen. Hogy a, a régi, régi, legelső digitális fényképeink között, ami ugye nem rólunk szólt, levágtunk a képekből. Azok eleve egy kisebb méretű, nem is tudom, valami 640 x 480 Nem is csak, hogy levágtad, le Kicsis is kicsinítettem, Le is kicsinyítettem, mert ugye a weboldalnak a Méretei esztétikai alapján, igen, igen. keretek között kellett mozogni, tehát le is kicsinyítettem, Eleve nem is volt olyan minőség, stb. Na most azok a képek például már nincsenek meg nagy méretben. Mert hogy Tehát az eredeti ez... méretek ki lettek törölve. Így És van. ez jó, hogy mondtad, mert itt a másik fontos szempont, hogy az eredeti méretet érdemes lementeni. Ezt nem most tudod, a... miért mondtam? Mert, hát már hogy... az Instagramon ez a fizi négyzet alakú, hát én hülyét kapok. Jó, hát ott mondjuk az, az az, teljesen olyan felület, hogy az itten a napi száz képből talán kettő, hogy olyan lenne a lementene. De nem, De nem, 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 várjál, most arra gondolj, amikor saját magát rakja az Instagramra, először is levágja a kockára, az négyzetre a fotót, plusz effektet rak rá. Efek nélkül nem négyzet alapú ö, képről beszélek, hogy azt kell lementeni. Az más kérdés, hogy az Instagramra úgy töltött fel, hogy javítasz kicsit rajta, már aki javít rajta. De az csak az Instagram, az az egyik. Aztán itt sorolhatnánk a Pinterest, mondjuk az nem ilyen képfeltöltős, de ezer ilyen. A, számtalan. Tehát a Facebook, meg bármelyik ilyen. Így ö, van. Hát, de... Amit aktívan használsz. Meg egyre inkább látjuk azt, hogy az embereket olyan formába beszippantja az ilyen jellegű felületek, hogy fontos emlékeket tényleg ott időt, rengeteg időt áldozva rá, akár galériákba rendezve, különböző verziókba megörökítve az adott felületen szépen meg van csinálva, gyerekszületéstől kezdve minden a pici gyerek megszületett, le van fotózva, fel van töltve, de az a felület az nem a tiéd az bármikor megszűnhet, és ez lehet, hogy egy jó példa volt arra, és lehet, hogy pont ezért jó, hogy ez ilyen nagy nevű valakinek megszűnt egy ilyen felület, mert egy jó intő példa lehet arra, hogy a jövőben, amit akarsz, hogy magadnak megmaradjon, az csak kizárólag, ami te magad otthon van, megfogható eszközön van, az, az Mondjuk, ami Mondjuk te még így is csak az eszközt fogod meg, nem magát a hát, fotót. És éppen ezért, és ez a titka a régi papír alapú képeknek igazából. Hát talán itt jön képbe az, hogy érdemes lenne ilyen fotókat még előhívni, vagy pedig fotóalbumot csinálni a képekből, mert ilyenre is van lehetőség, milyen amúgy csináltunk is, nem is egyszer. Hát a fotókönyv az egy a, nagyon vagy a szép fotókönyv, szép ajándéknak igen. is egyébként. Mi nagyon szerettük, csak az, az a baj, hogy az tényleg drága, azon kívül nagyon időigényes, iszonyat nagy munka, legalábbis akkor még az elején, amikor ez bejött, akkor nagyon hosszú időt, én emlékszem, hogy heteket szarakodtam velem, emlékszem, hogy kiválogatod a fotókat, akkor fekvő vagy álló, elhelyezgeted. Most már biztos ez is sokkal korszerűbb egyébként, és sokkal könnyebben mozgathatóak azok a fotók a, a online felületen, ahol ezt te összeállítod, de azt, azt például szerintem nagyon jó ötlet egy olyat megcsinálni, mert ha más nem abban a formában, biztos, hogy meg tudod. Aztán természetesen ettől függetlenül is vannak olyan dolgok, egy költözéstől kezdve mindenféle olyan dolog, amivel elveszítheted ezeket, de a lényeg a több lábon való ácsorgás, hogy ilyen mentés. Mondjam. mentés. Igen. És nem a kötyükbe bízva, hogy csak egy helyre, hanem több helyre, már számtanszor elmondtuk, de nem lehet elmondani elégszer. Főleg aki annyira nincsen benne ezekbe a technikai dolgokba, azok biztos, hogy ö, olvashatják máshol is, de ezt szerintem minél többször kéne, minél több helyen említeni. Pont ezért, mert van olyan, aki esetleg erről nem tud, hogy bízva egy dologba, majd ott minden meg lesz, és már pedig nem lesz meg. Viszont... És hogyha viszont, igen. Mindenképpen hangsúlyozzuk, hogy ez az im egyébként fel akartál belőle olvasni. Ez volt a lényeg, hogy április másodikától megszűnik. Tehát most így akinek van, az úgyis megkapta az e-mailt, és nézd meg, hogy ha van Google plusz fiókod, már mint felületed, és oda töltöttél fel olyan képeket, vagy osztottál meg olyan infokat, ami számodra fontos lehet, akkor e mailbe leírtak szerint azt abszolút Nyomon lehet követni a dolgokat, és le lehet menteni. Bár itt az, hogy mennyi adat van és mennyi idő, az megint kérdőjeles. E, igazándiból ez most annak szól inkább, aki, aki nem használta a Google Plus-t, mert aki használta, az úgy is tudja, hogy miről van szó, és talán külön tudja válaszolni a Google fiókot a Google Plus-tól, ami egyébként egy közösségi oldal volt, úgy, ugyanúgy, mint a Facebook. Viszont mivel ez most így megszűnik, ezáltal az oda feltöltött anyagok szűnnek meg, nem a Google fiók, nem a fotók, nem a egyéb igen. Google termékekhez tartozó dolgok, naptár, stb. Viszont aki ezt nem használta, igazából mi most vele, neki akartunk volna ezzel egy ilyen Intő példa. Igen, nem mi vagyunk az intő példa. Csak Mármint hogy... nem mi, hanem az eset, ami történt. Hogy igen, ö... igen, igen, igen. Semmi se örök, ami digitális. Annak tűnik, mert azt szokták mondani, ami felkerül az internetre, az ott is marad. Hát van olyan, amikor nem maradott. Ebben az esetben az lesz, mert hogy ki fogják törölni, az biztos. Igen, de azt akartam, nem tudom, most végül is mondtam, vagy csak akartam, hogy viszont nagyon fontos, hogy le lehet ezeket ettől függetlenül menteni. Tehát amikor van egy ilyen nagy törlés, egy ilyen nagy változás, akkor mindig van egy lehetőség arra, hogy ezeket letöltsed, csak kérdés, hogy megvan-e hozzá megfelelő eszközöd, tárhelyed, ahová te ezt le tudod tölteni. Illetve a megfelelő internet is, mert ugye ahhoz is nem mindegy, hogy... Sőt, igen. ...milyen sebességbe tudod azt, ha nagyon sok az anyag, ugye. Sőt, Úgyhogy igen. Le lehet tölteni, nincsen probléma, nincsen semmi vészhelyzet, dráma, katasztrófa, csak oda kell figyelni a határidőkre. És nem is kell megvárni azt, hogy esetleg egy ilyen e-mailt kapjai is megszűnik valami, hanem akár már most az adott felületen, ahol vannak értékes képek vagy infók, amit le lehet menteni, akkor azt érdemes már most lementeni több helyre. Igen, és még egyszer, nem az összeset. Tehát most nehogy nekem neki jájasztott lefelé, azt az összeset. <laughs> nem arról hozzászólás, szól, hanem egy... arról, amik fontosak számodra, és szeretnéd, hogy a jövőben. Viszont látni vagy emlékként megőrizni, olyan dolgokról van itt szó, igen. Igen, és elsősorban a képek és videókról beszélünk, ami pedig a szöveges részt illeti. Hát most egy ilyen egymondatos kommenteket szerintem megőrizni semmi értelme. Annak nincs olyan, az nem olyan fontos, vagy az csak egy gondolatod volt. Legfeljebb, hogyha nem tudom, én, verset írtál, vagy nem tudom, mit lehet. Olyanok, ami, ami, fontos, ami, ami fontos. Amit, fontos, ami amit fontosnak érzel. Mindenkinek más a fontos van akinek, ahogy mondod, egy, egy, saját gondolatát megosztotta, és az meghatározta az életétnek a X útját, és közben kitörlődik, eltűnik, akkor hiányozni fog ennyi. Tehát ami hiányozni fog a jövőben, annak egy módja van, hogy meg is maradjon, ha mentés megtörténik. Ja, és most itt van előttünk a gép, szépen berendezkedtünk, hogy akkor itt majd nézi és felolvas belőle a Tomasz, de hát ebből semmi úgy látom szükség, nem lesz már... Semmi szükség nincs rám, mert... De így indítottad. Uh, igen, de viszont láttam, hogy mi van benne, és a, ami a lényeges, hogy április másodikán megszűnik. És ahogy mondtad, akinek meg van ilyen uh, felülete, az úgyis kap ő és úgy is képbe van. Ha képbe tudod, van. mi az a Google Plus, akkor úgyis kapsz. Ja, volt, és úgy is tudod, volt hogy... így van, volt Google Plus profilja, vagy Google Plus oldala, amit létrehoztál, és azokra feltöltött fog. Tényleg, amúgy az oldalak nyilván az is megszűnik. Ö, meg, meg, meg. De amúgy pont most közben gondolkodom, hogy ö, volt korábbiakban is ilyen, és már ezekből tanulva, ilyen, mint például az iViv, meg stb. De ott de az csak ellaposodott, nem? Vagy az, az, az ugye ellaposodott, megszűnt? nem haszn megszűnt teljesen. Átmentek átment, az emberek de. a Facebookra. Igen, igen, nem. átment, az még, egy jó, ez az még egy jó eset, de de igen, szóval ez egy nagyon elgondolkodható, hogy hol tároljuk azokat, ami számunkra fontos. Szerintem a legegyszerűbb módja, egyébként ennek az, hogy eleve nem a, a Facebookra, vagy amit használsz, nem oda töltöd fel első körben, hanem letárolod magadnak a kis titkos ládikádba, vagy nem tudom, hogyha papírképről van szó, akkor abba, hogyha digitálisan, akkor a külső vinyódra, gépedre, akármi, de akkor is kell belőle biztonsági mentés, de a legelső körben magadnak tárold le, és csak utána töltsd fel. És akkor a letároltból még mindig tudsz másolatokat csinálni, ide, oda, amoda, tovább küldeni e-mailbe, mit tudom én, fotópályázat, mindenféle. Sok minden. Izé. A lényeg, hogy menteni, menteni, és csokitenni. tenni.